A hirdetésre jöttem. Vagy tévedek? Befejezés előtt álló családi ház, közművesített telken, sürgősen eladó. Név Szelényi. És a cím? Rossz vicc. Úgy gondolom, már mindent megbeszéltünk. És mire jó ez a játék újból? Mi ebben a játék? Azt hittem, fiúval együtt kapom a házat, de így egyszerűen csak megveszem. Vagy vevőnek sem vagyok elég jó? Ez így nem fér. Te pontosan tudod, hogy mennyit ér, és... Csak nem akartad becsapni a többi vevőt? Természetesen nem. Akkor? Otthon még nem is beszéltem róla. Akkor miért hirdettél? Menj szépen haza, és kérdezd meg az asszonykától, hogy eladhatod-e. És ha van engedélyed, akkor hívj fel, és megbeszéljük. Ne írd elő nekem, hogy mit csináljak, jó? Neked nem eladó a ház, és kész. Tudtommal kifizettem a tartozásomat, az én dolgom, hogy mit kezdek a házzal, és mit beszélek a családommal. És kérlek, hagyjál engem békén. Nem értelek. Én egy egyszerű, tisztességes vevő vagyok, most miért kiabálsz velem? Félsz? Nem bántalak. Nyugodj.